Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, és köszöntöm a kedves kollégákat. 1999-ben Szent II. János Pál pápa az internet és az informatika védőszentjeként nevezte meg Sevillai Szent Izidort. Talán sokak számára furcsán hangzik ez a mondat, de hogyha arra gondolunk, hogy Assisi Szent Ferencet jó néhány évtizede az állatok világnapja kapcsán, az állatok védőszentjeként is tiszteljük őt, akinek ugye október 4-én van az ünnepe, tranzitusának az ünnepe, Ferenc nap, sokan így ismerik, akkor talán nem csodálkozunk azon sem, hogy Sevillai Izidorral ilyesmi történt. Sőt, hogy közelebb jöjjek, ami Árpádházi Szent László királyunknak az ünnepe, ismerjük jól, hiszen László nap, június 27-e, többek között a magyar határőrség ünnepe is. Talán csodálkoznak, pedig hogyha előhívják mindazt, amit tudnak vagy tudhatunk a Szent László legendáról, és megjelenik szemünk előtt az a bizonyos jelenet, amikor Szent László utána lovagol a kunvitéznek és visszaszerzi az elrabolt leányt, ez az a jelenet, amely a magyar határőrvidéken, például Erdélyben, számos árpádkori templom freskóján is ott látható. Vagy ha eszükbe idézik Arany Jánosnak a Szent László balladáját, ahol meg arról értesülünk, és ez is a legenda egy elemének feldolgozása, hogy halál után több száz évvel is kikelvén sírjából Szent László király egy fejjel kimagasodván mindenki közül a székelyek segítségére siet a betörő tatárok ellen. Ha felidézzük mindezeket, akkor talán nem lepődünk meg azon, hogy 1999-ben Sevillai Izidor az internet és az informatika védőszentje lett. Ja, és hogy miért? Hát azért, mert ez a 6.-7. század fordulóján élt egykori egyházatya, püspök, tanító, egy nagy hatású könyvet írt 20 kötetben, etimológiai címen szokták ezt az enciklopédiát emlegetni, amely az akkori tudás kincses háza, amint a neve is jelzi, enciklopédikus tudás gyűjteménye volt. A Bibliát követően a legtöbbször másolták a középkorban. 2001-ben Tószegi Zsuzsa, a Neumann-ház alapító igazgatója azzal a kéréssel fordult hozzánk, hozzám is, aki akkor még gyakorló tanár lévén részmunkaidőben ott dolgoztam, hogy egy pályázati lehetőségre válaszként találjunk ki egy oktatási segédanyagot. Nem volt annyira egyszerű, mert nagyon gyorsan kellett gondolkodni, és akkor született meg az az ötlet, hogy az ünnepek legyenek az a struktúra, amelyre felfűzünk irodalmi szövegeket, amelyeket a Neumann-ház akkor már nagy számban digitalizált. A Neumann-ház keretei között alakult a Digitális Irodalmi Akadémia, és sokáig ott is működött, tehát volt egy nagy lehetőségünk, klasszikus szép irodalmi szövegek, és kortárs, illetve a 20. század második felében született jogtiszta szövegekre lehetett hivatkozni az ünnepek kapcsán. Mi volt a lényeg? Az ünnepek adjanak egy keretet, és irodalmi idézetekkel segítsük ezeket az ünnepeket meg abban, hogy még többen ráocsúdjanak, hogy részei ezek a kultúránknak. Emlékszem rá, 2002. februárja volt, amikor egy kollégám még Winchesteren levitte az elkészült struktúrát a Sulinet akkori szerkesztőségébe, és ez és más néhány tucat akkor elkészült pályázati anyag éveken át közös volt abban, hogy nem került föl az internetre. Nem tudjuk miért, de csak azért említem meg, mert ez is szerepet játszott abban, hogy a Neumann-ház vezetése akkor úgy döntött, hogy készüljön egy önálló tartalomszolgáltatás, amelyet 2006. május 15-én be is mutattunk, akkor már Bánkeszi Katalin vezetésével. Nagykorú tehát, 18 esztendős a jeles napok, ha így nézem. És engedjék meg, hogy ezen a ponton tisztelettel köszöntsem Bánkeszi Katit és Tószegi Zsuzsát, úgy is, mint az Országos Széchenyi Könyvtár egykori meghatározó munkatársai. Köszönöm, hogy itt vagytok.
2007. január 1-ével aztán szervezeti változások eredményeként 80 átkerültünk ide a Széchenyi Könyvtárba, és hoztuk a hozományunkat, többek között a jeles napokat is, és sok minden egyebet még. Akkor minket itt nagy szeretettel fogadtak, pedig mi akkor nem örültünk ennek annyira, hogy ide kerültünk, de erről nem a Széchenyi Könyvtár tehetett. És azóta a Széchenyi Könyvtár szolgáltatja a jeles napokat. Most a megújulás kapcsán hívtuk ide vendégeinket, úgy illik, hogy el is indítsam a szolgáltatást. Elsőként a megújultunk oldalra kattintok majd mindjárt, mégpedig azért, mert emlékezetükbe tudom idézni a régit. Ez nem is a 2006-os, hanem a 2007-es változat, amire már két díjat is rá kellett applikálni, nem örültek neki annak idején a grafikusok, mert egy kicsit beleszólt az arculatba. Aztán szintén egy kép, amelyet innen szeretnék megmutatni, ugyanis a Neumann ház akkoriban egy fontos dolgot is megcsinált. Egy montást mutatok a töredékéből azoknak a szakirodalmi köteteknek, amelyeket akkor digitalizáltunk, és jelenleg a Magyar Elektronikus Könyvtár állományában vannak. Ugye nem kell bemutatnom, és nem kell magyarázni, hogy Bálint Sándor, Hán István, Dömötör Tekla, és még sokan mások, akik mértékadó köteteket, szakirodalmi munkákat írtak, kellettek ehhez a szolgáltatáshoz, hogy hátteret tudjunk adni az irodalmi szövegeknek. És hadd emlékezzem meg erről az úrról, Jankovics Marcerről, aki a szolgáltatásról, amikor életében először hallott, onnantól kezdve teljes mellszélességgel támogatta a munkát, többek között azzal is, hogy minden további nélkül rendelkezésre bocsátotta az ő vonatkozó tárgyú munkáit, például a jelképkalendáriumot, illetve az összes kapcsolatrendszerét, mindent, és volt neki bőven. Sőt, ő volt a 2006. május 15-i megnyitó ünnepi szónoka is, illetve segített az arculat kialakításában is, bár mondta, hogy ő nem rajzol, de segített az arculat megálmodásában. Amikor egy új szolgáltatásról beszélünk, akkor elsők között biztos, hogy az arculat tűnik föl mindenkinek, hiszen nagyon megváltozott a szolgáltatás, ráadásul az elmúlt években bizony sok baj volt már vele. Ugye tudják a jelenlévők, hogy egy 18 éves informatikai szolgáltatás az öregebb, mint egy 90 éves ember. Ezen a ponton megköszönöm az Országos Széchenyi Könyvtár informatikájának, és nem csak azoknak, akik most itt vannak, elsőrendűen most ezt a dolgot Kovács Péter rendszergazdának, hanem azoknak is, akik már nincsenek itt, de nagyon fontos lépéseket végeztek el, Kazsoki Gáborra és Zahar Zsoltra gondolok, akik védték, hogy úgy mondjam, konténerbe zárták az egyre öregedő szolgáltatást, hogy a támadásoknak ne legyen kitéve. Szóval az arculat tűnik szembe leginkább, és aki látta az Idő arcai című nagyon szép kiállításunkat, a régi nyomtatványok tára kurátorai által jegyzett kiállításunkat, amelyet ezúttal is ajánlok mindenkinek, július 11-éig még látható, azok talán felfedezik a hasonlóságot. Napsütötte, sárga, derűs az arculat. Mindez köszönhető Török Máténak, aki a kiállításnak is, és a honlapnak is az arculat tervezője volt, és aki egyébként az immár Kossuth Díjas Misztrál Együttesnek alapító énekezenésze. Ezt csak azért említem most, mert ennek is van köze a jeles napok szolgáltatáshoz, illetve lesz köze a jeles napok szolgáltatáshoz. Az arculatot folyamatosan fogják látni, a logóra külön felhívnám a figyelmet. Másfelől pedig a fejlesztés. Ugye, amikor egy új honlapot kell csinálni, akkor ott ugye először egy logikai struktúrát kell kialakítani. A logikai struktúrából következik minden további, többek között a funkció specifikációnak nevezett feladat tömeg is, ami ugye azt határozza meg, hogy mit tudjon ez a honlap, hogy mire van szükség. Ez ugye azért nagyon érdekes, mert itt a jeles napok esetében valami egész mással szembesültünk, mint bármikor másutt az elmúlt évtizedekben volt részem szembesülni ilyen helyzetekkel. Ugyanis, hogyha belegondolnak, a kalendárium maga
az egy rejtett menüstruktúra, amely mindenkinek ott van a fejében, januártól decemberig. Ott vannak akár az ünnepek egy részei, a saját névnapunkat biztos tudjuk, és még sok minden egyebet. Ez egyrészt adta magát, másrészt pedig eléggé összetett dolog az, hogy a kalendárium azért nem adja olcsón. Hadd mutassam most akkor működés közben, hogy mennyire így van ez. Ugye egyrészt, még előtte egy gondolat, vannak ugye, hogy miért nehéz. Vannak ugye azok a rendes ünnepek, amiknek van egy dátuma, március 15-e. Akkor vannak a mozgó ünnepek, amelyeket ilyen, valamilyen módon a csillagászati mozgások határoznak meg. Ezek például a húsvéti ünnepkör, de a zsidó ünnepek is ilyenek. És akkor vannak a leggonoszabb fajtájú ünnepek, a változó dátumú ünnepek, mondjuk ilyenek, mint hogy május első vasárnapi anyák napja. Sőt, még olyan is van, hogy ezek vegyülnek és tartamok lesznek, például a nagybőjti idő az ugye egy tartam, vagy az ünnepi könyvhét ugyanígy egy tartam. Ezt megfogni informatikailag nem annyira egyszerű. De valamit megpróbáltunk, és a következő történt. Én most megmutatom, hogy egyfelől például ugye a hónapok irányából mehetünk, és például megkattinthatjuk, mi mást tehetnénk, júniust. Elhangzott már az előttem szólók beszédében is, főigazgató úr is említett, hogy ünnepek és évfordulók vannak. Igen. Rögtön fölkínálja júniusnál is a rendszer, hogy választhatok, hogy csak az ünnepeket, tehát ezeket a klasszikus rendes ünnepeket, vagy egyéb születésnapokat, évfordulókat szeretnék. De most nem kattintok rá, csak egy picit bele tekerek. Egyrészt ugye láthatják, hogy a hónapnak magának, minden egyes hónapnak is van egy saját ünnepoldala. Most nem megyek el a lista oldalról, csak mutatom. A hónapba eső, ott találkozó két zodiákus is itt található, és akkor jönnek a mozgó ünnepek, ugye azok, amelyek júniusba is eshetnek, köztük egy zsidó ünnep is. Aztán jönnek a változó dátumú ünnepek, például a szenvedélyek napja, június első kedje, bármit is jelentsen ez. A lakáskultúra napja és a többiek, csak mutatom, hogy nézzék. És azt láthatják, hogy majdnem mindenütt képek vannak. A szívritmus zavar világheténél, amihez pedig most nagyon tudnék kapcsolódni, mert valami ilyesmit érzek, ott például nincs képünk. De ahol nincs képünk, ott is szép képünk van, köszönhetően a régi nyomtatványok tára munkatársai segítségének. Közben Varga Bernadett osztályvezetőt meg is láttam, ezúton is köszönöm. Ugye ők a kiállítás kapcsán nagyon sok mindent előbányáztak az állományunkból, ez például Petrus Appianus 1540-es gyönyörű könyvének egy oldal részlete, az pedig, hogy ez az úgynevezett Bianco kép, ez az egyike azok közül, az ajánlatok közül, amelyeket Török Máté arculattervező adott, és a szerkesztői önkény ezt választotta. Tehát tekerhetem a végtelenségig júniust, és akkor itt jönnek a rendes ünnepek, illetve még nem annyira rendes, bocsánat, ezek még az állandó dátumú ünnepek, amik ugye már kezdődnek ugye június első felévre az ünnepi könyvhéttel, és aztán sok minden egyéb következik. Nem tekerem most végig, hanem visszamegyek, és az ünnepek hierarchikus struktúráját mutatnám meg önöknek. Hogyha azt választom, hogy az ünnepekre kattintok, tehát nem egy hónap irányából böngészek, akkor a teljes lista betöltődik. Tényleg az egész. Jön, mint a mérgezett egér, gyorsan, tehát nem kell várni a találatra, pedig itt több ezer tétel töltődik be. És ez a hierarchikus struktúra arra ad például lehetőséget, hogy mondjuk itt megkattintván a húsvét ünnepkört lekérdezi. A kollégák látják, felismerik nyilván, hogy az OSK csodálatos gyűjteményének a darabjait láthatják ezeken a képeken. Bele is kattintok nagypéntekbe, ugye ismerős sokaknak a Prajkódex 5 híres torrajzának az egyike, a legmívesebb. És ezen a helyen például az ünnepleírás az nem egy szakirodalmi szöveg, vagy egy általunk írt magyarázó szöveg, hanem maga a Szentírás,
alatta több, természetesen van protestáns szöveg is, és aztán számos más szöveg, lejátszó ikonnal meghallgatható dalok is. És itt látható, hogy milyen hosszú adott esetben egy-egy ünnepoldal. Ha visszamegyünk, még azért hadd mutassak ismét egy csoportot, mert ezt Manyolánnal döntöttük el főszerkesztő társammal, hogy egy ilyet is kiemelünk, pedig ilyen így önmagában nem létezik sehol. Az egyes művészeti ágak és műnemek ünnepei, ezt a könnyen megjegyezhető csoportnevet adtuk neki. És ez azért nagyon érdekes, mert az elmúlt 18 esztendőben nagyon sok új keletű ünnep is lett. Ugye Jókai Mór születésnapja mindig volt, de 18 óta a Magyar Próza napja, József Attila születésnapját ismerjük. Ez az alatta lévő is egy új ünnep, a Magyar Film napja, és nekünk bizony megvan az a bizonyos plakát, ami ehhez a 1901-es áprilishoz kapcsolódik. És hadd kattintsak meg egy olyat, ami, mivel nem olyan régen volt, és egy nagy művészre emlékeztet minket, a Magyar Klasszikus Zene napja, Kocsis Zoltán születésnapja, immár egy YouTube alkalmazást is hoz, hiszen volt itt Kocsis Zoltán annak idején, és az a felvétel, amit lejátszható, az itt készült nálunk a díszterembe egy különleges pillanatból, pillanat kapcsán. A hierarchiában még egyet mutatok, mert ez aztán tényleg őrületes, a világnapok eléggé nagy kihívást jelentenek, az informatikával kapcsolatos csoport. Az internet világnapjához szintén behoztunk egyrészt ugye a Széchenyi Könyvtár jól ismert újabb szolgáltatásaiból készült a montázs, kattintható tartalmak látszanak, illetve nyilván YouTube videók, az internet úttörője, egy podcast vagy csevej, vagy Kassa Péter kollégánk a mesterséges intelligenciáról. És itt is látható, ami mindenütt, hogy összekapcsolhatók az ünnepek alul is. Tehát ezek egyenként szerkesztői feladatként jelenleg, én most már pontosan nem emlékszem, de majdnem 3000 ilyen kapcsolat van a rendszerben, igyekszünk ezeket létrehozni. A sorvezetőm szerint, ha megyek, az nagyon hasznos, mert akkor nem felejtem el, hogy megemlítsek itt még néhány nagyon fontos dolgot. Jolánnal, aki úgy mellesleg az Országos Széchenyi Könyvtár blogjának a főszerkesztője, már másfél évtizede tudatosan arra törekszünk, hogy a kollégák a saját kutatási területeik kapcsán is blogtartalmakat írjanak. Mert mi reménykedtünk benne, hogy a jelesnapokat meg tudjuk újítani, és hogy ezek a blogtartalmak hasznosulni fognak tudni ebben a szolgáltatásban. Hadd mondjak néhány nevet, mert nem fogom most megkattintani csak a példákat. Hogyha az erőszakmentesség világnapjánál, amely egyébként Gandhinak a születésnapja, Pap Ágnes indológus kolléganőnk háromrészes blogja olvasható Gandhiról, akkor ennél jobb nem kell. Hogyha Elbe István kollégánk 41 részes trianoni emlékművekről szóló blogsorozata kattintható például, szintén nagyon jó azt megtalálni, a Nemzeti Összetartozás napjánál, Trianon emléknapjánál. Ha Kopcsai Ágnes kolléganőnk a magyar márkák kapcsán írt blogjaiból például a Pixalámi történetét és azok plakátjait feldolgozó blogra gondolok, akkor ezt nagy élvezettel kötöttem be az elhízás elleni világnaphoz, mint kapcsolódó tartalmat. Hogyha Deák Eszterre gondolok, aki Széchenyi Ferencről oly sok mindent publikált, és Széchenyi Ferenc születésnapja természetesen része a szolgáltatásunknak, akkor szintén hasznosul mindaz újra, ami a blogba megszülethetett. És ha Csobán Attilára gondolok, aki pedig kiváló szakértelemmel nyúl például a szentek köztük a Mária ünnepek történetéhez, és nagy hálám ezúton is Attilának, hogy fölkutatta azokat a tartalmakat, és megírta például a szeplőtelen fogantatás ünnepéről azokat a tartalmakat, amelyeket most beköthettünk a szolgáltatásba. Sirató Ildikóra, Rajnai Editre gondolok például, a színháztörténeti tárból, akik színháztörténeti tárgyú podcastokban, illetve blogokban szerepelnek. De Franciskára nézek most éppen, akire
azért néztem, mert ő pedig három részben mesélte el a nemzeti dal történetét, március 15-énél ezt is találhatják. Ijés Boglárka kolléganőmre, zenetörténész, kutató, tudós kolléganőnkre nézek, aki pedig a Liszt Ferenc konferenciáról, a nemzetközi konferenciáról nemrég érkezett vissza, és meg is örvendeztetett minket egy összefoglalóval. Liszt Ferenc születésnapjánál természetesen ezt is olvashatják, de sok minden egyebet is. Hosszan folytathatnám, de most a keresést mutatom. Ugye ezek, amiket mutattam, igazából a klasszikus böngészési szempontrendszert jelenítették meg. Keresni sokféleképpen lehet, háromféleképpen. Én most alulról kezdem. Beírom, hogy 2026. A rendszer természetesen csak azokon az ünnepekben keres, amik már benne vannak, és mi úgy állítottuk be, hogy 50 és 100 évenként, és hát természetesen ott virít Mohácsi Vész emlékezete már, hiszen erről beszélünk is már a Nemzeti Könyvtárban, de ott van, 350 éve lesz 2026-ban, hogy Rákóczi Ferencünk megszületett, és rákattintok Mohácsra, és csak hogy elmondhassam, hogy azért nem említettem az előbb Farkas Gábor kollégánkat a blogok kapcsán, bár említhettem volna, mert hogy itt is látható, vagy éppen Szebelédi Zsolt kollégánk háromrészes blogja a törökök szerencsenapja kapcsán, ugye arról a bizonyos augusztus 29-éről, és természetesen tartalmak a régi nyomtatványok tárából, például a piarista képeslapgyűjteményből például, és sok-sok szöveg. Elhangzott már, de még egyszer mondom, egyrészt most a MEG-ből, a klasszikus szövegek, másrészt a Digitális Irodalmi Akadémiából, mert hogy ez klasszikusan így épült föl. És azt gondoljuk, hogy természetes társunk a Petőfi Irodalmi Múzeum ebben a munkában. És itt az is látható Mohács oldalán alul, itt nagyon szépen kijön, hogy a oda kapcsolt ünnepek, ugye itt most négy van egyelőre, Olá Miklós születésnapja, a Nándorfehérvári diadal, Buda visszafoglalása és az Egri várnapja. Nem kell nagyon magyarázni, hogy miért kapcsolódnak, de ezeket mind kézzel kell oda tenni, hiszen máshogy ezt nem is lehet, erre nem lehet algoritmust csinálni. A keresések kapcsán megmutatom a másikat. Például azt mondom, hogy mondjuk márciusban, például nem tudom én, mondjuk 17-én milyen napok vannak. Egyrészt ugye látjuk a márciusi mocorgókat itt, meg mondjuk Szent Patrikot, és akkor itt elmondhatom, hogy köszönöm a digitalizáló osztálynak is a munkáját, mert ők elkészítették például ezt a kötetet, ez az INC 163. Ez a Legenda Aurea, ugye a középkor egyik legnépszerűbb, legtöbbször kiadott gyűjteménye, amelyből több példánya van az OSK-nak, és a legszebbet választották ki a régi nyomtatványok tára kollégái, ezt pedig digitalizálták a műhelyben, ahol ugye 1 millió oldal digitalizálnak. Havonta? Atya úristen. Igen. És a harmadik típusú keresés, az ugye el is tudják olvasni, ugye itt azt lehet látni, hogy az ünnep névben és az ünnep, úgynevezett ünnepleírásban keres, és ide én már előre kitaláltam, hogy azt fogom beírni, hogy gyümölcs, és akkor jön egy találati lista, mindenféle. Nyilván az ember adott esetben fönnakadt, hogy miért van kassáknál a gyümölcs leírva, de ezt majd nézzék meg otthon, én sem emlékszem rá. Urunk megtestesülésének híradásánál a gyümölcsoltó boldogasszony, ez megvan. Ez az én egyik kedvencem, Berecki Máté, és azért, mert egyrészt ugye itt is van, ő úgy amellett, hogy a hazai gyümölcsészet atya, ő a márciusi ifjak egyike volt egyrészt, másrészt pedig ez volt az a találat, amikor így megvilágosodtunk, hogy néhány évvel ezelőtt, hogy hát hiszen a MEG-ben rengeteg olyan kötet van digitalizálva, amelyek kötődnek ehhez a szolgáltatáshoz. Berecki Máté gyümölcsészeti vázlatok című kötete, vagy éppen a levelezése, és itt van ezek kattintható tartalmak. Ugye láthattak sok-sok kattintható tartalmat, és most hadd mutassam meg azt is, hogyha, ugye itt még nincsenek irodalmi szövegek, de majd lesznek, hogy ugye kapcsoltuk egyrészt az ünnepeket, ezt az ünnepet is más ünnepekhez, természetesen a forradalom és szabadságharchoz is.
De ugye az nagyon fontos ennél is, hogy tovább bővíthető. Ugye azért tekertem az előbb le, csak kicsit megzavartam saját magamat, hogy alul megmutassam ezt a három ikont, amit már láthattak az ünnepoldalakon többször. Ezek az ikonok, ugye a tematikus azt mutatja, hogy az OSK egy tematikus szolgáltatására küldünk olvasó, mondjuk Babits Mihály születésnapjánál oda küldjük a kópiába a felhasználót, ahol a kópiában Babits kéziratokkal, levelekkel találkozik. A blogról már beszéltem, a Mac EPA pedig a Mac és az EPA tartalmai dolgozza fel. Ugye nem kell mondani, hogy az interneten való publikálásnak nagyon lényeges eleme nem csak a megtalálhatóság, hanem a többször felhasználhatóság. És hogyha arra gondolnak, hogy aki pont Berecki Mátét keresi, az a Mac-et meg fogja találni, akkor ez így ugye egy újabb hasznosulási felülete mindannak, amit be tudok mutatni. Azon a ponton, ahol most állunk, szeretném kimondani a nevét a fejlesztőnek, Timár Csabának, aki az oroszlán részét végezte a munkának, és a segítőjének a nevét, Seregé Ákosét. Köszönöm nekik is a munkát, ugyanis ez nem volt egy egyszerű feladat a számukra sem. A keresések kapcsán a következő. Egy régen elfeledett szent, én is Bálint Sándortól ismerem, és már ő is így vette fel, aja, jogi ügyek elhúzódó polgári pörök hajdani védőszentje. Ezt pedig azért mutatom meg, mert hogyha a főigazgató úr megkérdezné tőlem, hogy ugye kell-e még dolgozni ezen a szolgáltatáson, akkor azt tudnám rá válaszolni, természetesen, hiszen lám-lám, itt ha csak a nézőközönséget megkérdezném, hogy mit tudna társítani ehhez a Bálint Sándor által fölvett szenthez, mert ugye ő azért vette föl, mert ő mindenkit fölvett, aki a magyar hagyományanyagban valamilyen módon tükröződik. És mi Bálint Sándornál nem voltunk okosabbak, mert nem is akartunk azok lenni, mi is átvettük a kötetéből ezeket a szenteket. Önök bizonyára mondanának nekem sok mindent, de én most kapásból csak, amiket én tudok, hogy be fogok kötni, a ráérek kikeresni a vonatkozó részeket. Péter és Pál tudjuk nyárban jól megférnek a naptárban, Arany Jánost fogok oda kötni, Mikszát különös házasságából a megfelelő részletet, Jókai Mórnak a Rabrábiából, illetve a Kárpáti Zoltánból is egy-egy odavágó részletet, hiszen ott a pöröknek elég fontos szerepe van, nem is olyan szép a történet. És akkor sorolhatnám még, és ami miatt itt a munka jelentkezik, hogy nem lehet egyszerűen bölcsész háttérből végigcsinálni az egészet, itt bizony keresni is kell, például a Digitális Irodalmi Akadémiában, a kortárs szövegekben is. Tehát van még feladat ezzel a szolgáltatással bőven. Gyarapodni szeretne, bővülni szeretne, és fejlesztést is szeretne majd egy kicsit később. A digitalizáló osztály most is dolgozik valamin, nem az ő hibájuk, hogy nem lettek kész, túl későn kaptam észbe, mert azt hittem, hogy ez már megvan digitálisan. Ez a Hevenesi, van, aki ebből tudja, Hevenesi Régi Magyar Szentség című 1692-ben először megjelent kötete, amiben több mint 50 magyar szentnek a meccetei láthatók. Néhányat megkaptam, amelyek már ugye valami miatt digitalizáltattak, de most például ezt digitalizálják a kollégák, és ezt ezúton is köszönöm. És egyeztettem már a külön gyűjteményekkel, ahol jelesül elsőként Körösi Csillával és a Színháztörténeti Tárral beszéltünk arról, hogy ugye most ismét ide visszamegyek, a Színháztörténeti évfordulók egy olyan rész például, amit nagyon klasszul tudnánk bővíteni, mindjárt meg is találom, csak nem látok. Ugye 6 találatunk van e pillanatban, és nagyon érdekes, amit itt láthatnak. Csak egy színészünk van, Jászai Mari, de hát ő ugye mindennel, tehát ő elég egyedül is tulajdonképpen. Akit itt másodikként látnak, az egy furcsa név, kevesen ismerik. Ő, ez az ünnep, ez a Magyar Szabadalmi Hivatallal való munka kapcsán került be a szolgáltatásba még 2006-ban, mint tudománytörténeti évforduló, de történetesen ez az úr, és ezért van itt a Színháztörténeti Tárunkból egy kép, amelynek természetesen a metadatát is most remélem, főleg főigazgató úr jelenléte miatt, hogy nem lesz hiba a leírásban sehol, tehát ahol a leírás is látható,
Tehát ő azért van itt, mert ő egyrészt, mint tudománytörténeti ember került ide a Magyar Szabadalmi Hivatal Gazda István segítségével vezetett válogatás elkészítésekor, viszont hát természetesen a színház történethez is tartozik, és ugye látják, ezek ismerősek, az ember tragédiája ős bemutatója, egy gyönyörű, szép, eredeti plakát, kollégánk Kisdoma, aki ugye itt például a tragédiáról beszél, minden színből választottunk annó idézetet. És ja, hát itt van a három, az ősbemutatón a három főszereplő. Ezek Olá Gusztáv tervek. Tehát azért mutatom, mert nagyok. És ugye itt, vagy nagy az ünnepoldal, itt is ugye a kapcsolódó ünnepek kattinthatók, mondjuk Kálmán Imre születésnapja, úgyis mind a Magyar Operett napja, és a többi. És a többi. Hosszan tudnám még mondani, viszont engedjék meg, hogy a jövőről beszéljek egy kicsit. Igen, ez a tartalomszolgáltatás hosszú életű tud lenni reményeink szerint, és be tud fogadni a Széchenyi Könyvtár állományából nagyon sok mindent. Többek között, ahogy mondtam, egyeztettünk már a Színház Történeti Tárral, de futtában egyeztettem már Ijes Boglárkával is, és Sárközi Rékával is, zeneműtár, illetve fotótörténeti tár, hogy az ő gyógyító szemük is nézen rá ezekre az ünnepekre, ünneplistákra. És be van töltve az adatbázisba, miközben láttak már hanganyagokat, amelyek 2006 óta folyamatosan szolgáltatásban vannak, 250 hanganyag. Ez a 250 hanganyag a magyar verséneklők klasszikus nemzedékétől és ifjabb nemzedékeitől való válogatás, amelyet Török Máté készített felkérésünkre, és amelyek egyelőre a jogi ügyintézést várják, de betöltöttük már. Itt a Kalák együttesre, a Sebő együttesre, a Hangraforgóra az ifjabbak közül, Huzella Péterre, Kátai Zoltánra, sok minden szélkiáltóra lehet gondolni, vagyis természetesen a Misztrára, hiszen a megzenésített versek mindig az adott szövegeknél szerepelhetnek, azaz irodalmi szövegek jönnek a MEG-ből, vagy a Digitális Irodalmi Akadémiából, amelyeknél majd kattinthatóan ez a 250 további hanganyag is ott lesz. Ha az a kérdés, hogy mikor, akkor az a válasz erre, hogy én szeretném, hogyha a tanévkezdésre mindaz, amiről már most beszéltem, megvalósulhatna. Ha a kérdés az, hogy mi a célja a jeles napok szolgáltatásnak, akkor egyrészt nyilván az a válasz egyrészt, amit Demeter Szilárd mondott. Másrészt viszont az a válasz, hogy az irodalom népszerűsítése, amelyek ugye OSK-s és PIM-es tartalmakat jelentenek, másrészt pedig az OSK állományának és ezáltal a magyar kultúrának a felmutatása. Mi megszoktuk, hogy itt van a himnusz kézirata, hogy itt vannak a Korvinák, hogy itt van a Babics hagyaték, és a többi, és a többi. De hát azért ezt másoknak is minél több felületen jó megmutatni, és igen, a kultúrafogyasztás mai módozataihoz ez a fajta kattintásos játék, picit beleolvasok, ha megtetszik, tovább megyek, ha nem, lapozhatok a végtelenségig. Ez nagyon jó. Befejezésként engedjék meg, hogy egy idézetet mondjak, egy nagyon kedves versemből, amely a Babics örökségből való. Ez a Mint különös hírmondó című Babics vers, amelyet arszpoétika versként is szoktak apostrofálni. És ugye itt arról van szó, hogy a liraién a távolban van a hegyekben, és mindenfélét hall, puskaropogást is például lentről. De lejön a hegyről, és azt mondja a líraién, hogy nagy hírt hozok. A legnagyobb hír az, hogy ősz van. És az idézet pedig így hangzik, mindannyiunk okolására, főleg az enyém. Az én okulásomra mondom el. Ó, szent ritmus! Örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa. Mély kicsiny minden emberi történés. Köszönöm szépen a figyelmet.